Sándor repülőszállítását egyére. Most még századosok, de ebben a hónapban, ha jó ez az információ, ővelük lesznek. Ez valószínűleg ez egy nagyon szép örömrepülés, és jövőre már úgy konferáljuk. Jövőre úgy, igen, és ez egy nagyon szép örömrepülés lesz. Gyorsítás után úgynevezett lassú, kisebességű része, majd lesz egy nagyobb sebesség része. Egyébként azt kell tudni a két pilotáról, hogy 1000 óra fölötti repórával rendelkeznek, ebből 800 óra a típusa. Mind a kettő édesapa, két gyermeke van, Simon Péter századosúnak, Makai Sándor úr, egy gyermek édesapja, és meg is kezdték a programjukat, a lassú részt adhatják egy gyorsításban, akkor is egy bar kifordulással, a típus, akkor fejezhették ki. Érdekesség, hogy 1986-ig tartotta a sebesség rekordot, ami 300 km/h. Helikoptertől ez nagyon szép teljesítmény. Hogy százados úr, ugye azt mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen ez a helikopter már a hatékban van, ez egy választlépés. Választlépés pontosan, mert kellett alkotni egy olyan konstrukciót, ami összeköti a szárazföldet és a légierőt, illetve hát az alacsony, a földközeli légteret és a gyors csapatmozgások elősegítése vége. Bár harchelikopterről beszélünk, ami nem igazán illik a 24-esre, mert ez egy deszantérre rendelkező típus. Magyarul helytőernyősöket vagy deszantkatonákat is tudod szállítani, tudsz szállítani. Igen, kezdetben deszantkatona, most az új képességben ejtenős dobást is hajtunk végre belőle. Nagyon panaszkodnak az ejtenősök, mert itt a teherbi rajtó kialakításában nem igazán kényelmes a cefére. És fúj a szél? Hát fúj a szél, fölülről, előről, mindenhonnan, igen. És most láthatunk egy nagyon szép földközeli manővert, csúszásnak nevezzük. Itt nagyon pontosan tartani kell a magasságot, az irány, és persze szemben tartva a repülés biztonságot, és természetesen azt, hogy önök is élvezzék a forgószárnyas technika ennek csodálatos képességét, ami hát ezt kiválóan tudja prezentálni a helikopter, ezért is alakítottam ki, és ez egy instabil szerkezet, hogy minden a tényleg irányában emelkedik. Ez szintén arra történik ennek a gyakorlása, hogy bármilyen harci helyzetben a terepakadályokat kikerülve, illetve az elveséges tüzet kikerülve mellőzve tudjanak manőverezni. Most indul a dinamikus sáv, a nagysebességű program, amiben felgyorsítják a helikopter 200-220 km/h sebessége, és ebből történnek a figura. A gyorsítás után egy emelkedés, és egyébként
körbe fog következni, ami egy jobbra húzott forduló 180 fokra, és nagyon szép a gép festése, ez egy új festés, a között csak csőrikének nevezik, tudják azt a kis madárkát, akit a karikába próbál elé. A csőrike kiszabadult, és nagyon szép. Nagyon szigorú, és hát én sajnálom, hogy nem tudják élőben is testközelben megcsinálni ennek a gondoló helikopter festését, miközben ismét egy nagyon szép lebonyításos hangulat látható, és ismét meggyorsítja a képet a helikopter vezető, és ebből megint látok valami nagyon érdekes hangulát, és és erre volt is gyakorlatilag a Master Plan-ról a Köszönjük szépen, és köszönjük a bemutatót is.